Kovács Éva Margittal többek között a 10 év, 10 perc, 10 interjú című műsorunkban is találkozhattak, most egy kicsit azonban más oldalról ismerhetik meg őt. Tinédzserként, mint a legtöbb tizenéves lány, küzdöttem mindenfajta önértékelési problémával. Csúnyának láttam magam, néha kereknek, néha laposnak, és emiatt kezdtem el futni. És utána nem álltam meg. Tehát nekem a futással kezdődött, egyre hosszabbakat futottam, maratonokat, ultramaratonokat, hegyben, terepen futásokat, és ezzel kezdődött igazából a sportéletem, és egyszer csak elrángattak versenyezni, és kiderült, hogy kompetitív vagyok, tehát hogy jól megy a futás. És egy idő után már nem tudtam többet futni, tehát körbefutottam a Balatont, és nem volt tovább, és akkor jött a triatlon. És igazából egy barátommal egy elfogyasztott két üveg bor után fogadtunk, hogy mit nekem, ugye ide nekem az oroszlánt is, mit nekem egy triatlon, egy hónap alatt fel tudok készülni egy féltávú triatlon versenyre, és így neveztem be az első középtávú triatlon versenyemre, amit nagyon jó eredménnyel sikerült megcsinálnom egy három éve. Nagyon sok kutatást végeztek a sportnak a mentális hatásairól is, tehát a mentális egészségünket hogyan befolyásolja a sport. Arról viszonylag sokat tudunk és sokat beszélünk, hogy milyen fizikai pozitívumai, előnyei vannak a sportnak, ugye megelőzi az elhízást és az ezzel összefüggő krónikus betegségeket, mint például a szívbetegség, vagy az érrendszeri megbetegedések, vagy a cukorbetegség, de arról ritkábban beszélünk, hogy milyen mentális támogatást ad a mindennapi sport az életünkbe. Kutatások kimutatták, hogy például azok, akik rendszeresen sportolnak, sokkal pozitívabb attitűddel rendelkeznek, jobban kezelik a stressz helyzeteket, autonómabbak, képesek felelősséget vállalni, akár a munkában, akár az élet más területén, képesek jobban fókuszálni, koncentrálni feladatokra, dolgokra. De vannak negatív hatásai is, ilyen például, hogy a versenysportok következtében kialakul egyfajta perfekcionalizmus. Amikor csináltam a PhD-mat, és egyszerre két helyen dolgoztam, két pozícióban, vagy mai napig is, amikor egyszerre projekteken dolgozunk, oktatunk, tehetséggondozó programot menedzseljük, akkor nagyon sokszor a futócipő az, ami segít ennek a feldolgozásában, és összhangot teremt az életemben. És nagyon sokszor van az, mikor elindulsz futni, vagy elindulsz tekerni, és futsz két órát, három órát, vagy tekersz négy órát, öt órát, akkor eljutsz a Maslow-i piramisnak az alsó szintjére, amikor igazából a fizikai szükségleteid kielégítése az elsődleges cél, és egészen más perspektívából kezded látni azokat a korábban hatalmasnak tűnő problémákat vagy nehézségeket, és meg tudod tenni azt, hogy hátralépsz kettőt, ténylegesen a súlyuknak megfelelően kezeled a problémákat, el tudsz engedni dolgokat, és a munkahelyen is mindenki sokkal boldogabb, hogyha egy kiegyensúlyozottabb, energetikusabb embert kap kollégának vagy oktatónak. Tehát nekem ez a mindennapi munkámban is nagyon sokat jelent.
Barcelonára 2 éve kezdtem el edzeni, edzéstervel és edző segítségével, és 2 év alatt építettük fel azt a teljesítményt, amiből most ebben a szezonban az eredmények születtek. Nagyon jól indult az április, az országos középtávú duatlon bajnokságon országos bajnok lettem nőként. Ami nagyon nagy élmény volt számomra, hogy megcsináltam a francia Alpokban az Alpe-d'Huez speciális távú triatlont, ahol korosztályos másodikként futottam be a célegyenesbe, illetve most a szezont szeptemberben egy Ironman távval zártam, a hosszú távú országos bajnokságon sikerült abszolút másodikként bejönnöm a nők között. Ez volt az első Ironman távon, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre a teljesítményre. Csomor Erika, a többszörös Ironman bajnok, Európa bajnok szokta azt mondani, hogy a triatlonban a 4. versenyszám, az úszás, a bringa és a futás mellett az fejben dől el, tehát az a mentális erőnlét. Én a versenyek előtt például ezt még korábbi gyakorlatokból hoztam el, szoktam képzelni a versenynek a menetét, az, hogy hogyan fogok váltani bringát, hogyan fogok cserélni cipőt, tehát ezt végigpörgetem az agyamban, magamban. A másik pedig, hogy a mentális készülés is egy hosszú folyamat. Igazából a tested és az agyad az fogja produkálni a versenyen, amire te őt megtanítottad. Tehát ez egy hosszú edzés munka, hogy megtanulja azt a tested és az agyad, hogy milyen mondjuk bizonyos fájdalommal megbirkózni, vagy mondjuk hogy esik az, mikor leszállsz 180 km bringa után és elkezdesz futni, és az egész lábad, tested, mint egy nagy oszlop mozog. És ezt, ha megtanítod, tréningeled a testedet és az agyadat arra, hogy ez milyen érzés, hogyan kell ezzel megküzdeni, akkor a versenyen már ezek automatikusan előjönnek, ezek a készségek, képességek. Van, hogy hajnalban kell felkelni, van, hogy 5:30-kor kelek, hogy 6-kor el tudjak menni egy órát, másfél órát, van, hogy este, mikor hazaérek, akkor még 8-kor, 9-kor ráülök otthon a görgőre, vagy a spinning biciklire, és akkor még egy másfél-két órát tekerek. És ha adott pillanatban még nehéz is mondjuk kikelni az ágy melegéből, vagy rávenni magad, hogy felhúzd a bringás cipőt, a végén nagyon-nagyon sokat segít és előre lendít, hogy az egész napos fáradtságot kiad magadból, feltöltődj, inspirálódj. Nekem például a legtöbb kreatív gondolatom az futás közben és bringa közben születik. Akkor tudom lejátszani sokszor magamban a munkával kapcsolatos problémáimat, kérdéseimet is. Akkor inspirálódok, akkor teszem össze, hogy mi lesz mondjuk a következő napnak a történése. Tehát szerintem ez a kettő, ez egymást támogatja.